Mai vendégünk Földváriné Simon Ilona, a Karcoli Református Általános Iskola és Talentum Óvoda intézményvezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és köszöntöm a kedves nézőket. Elindult a 2022-2023-as nevelési és tanév, azért mondom így, hiszen ahogyan említettem a felkonfban, egy óvoda és egy általános iskolának az igazgató az intézményvezetője. Mi előzte meg a tanév kezdetet? Hát nagyon sok maga előzte meg a nyár folyamán. Úgy, ahogy szoktuk, elkészítettük a tantárgyfelosztást időben, és elkészült az órarend, feltettük a eneplóba, és hát egyéb más dokumentumok átnézésével is készültünk, és vártuk a gyerekeket. Ha már a gyerekeknél tartunk, akkor a gyermeklétszám tekintetében az óvodában és az iskolában mi mondható el, illetőleg a szakos ellátottság pedagógusok tekintetében? A Talentum óvoda a második nevelési évét kezdtem. Nagyon nagy a érdeklődés, 109 gyermekünk van. Az iskola, hát ez is egy nagyon nagy dolog, legalábbis nekünk. A 27. tanévét kezdte meg szeptember 1-én, és 395 beírt tanulónk van. A pedagógus létszámunk 30 fő. A szakos ellátottságunkról azt tudom elmondani, hogy 100%-os, tehát jelen pillanatban még ez egy nagyon nagy örömhír, és bízunk benne, hogy ez a későbbiekben is így marad. Számos program szokott megtartásra kerülni az intézményben. Erre a tanévre idén mit terveznek? Mi az elképzelés? A Refi általános iskolára az jellemző, a szülők megfogalmazták, hogy ez egy olyan iskola, ahol a tanítás, tanulás mellett mindig történik valami. Valami jó dolog történik, nyilván a programok kapcsán. Megterveztük a munkatervben a tanévnek és a nevelési évnek a feladatát, és nagyon sok programot terveztünk a hagyományos programok mellett. Hát természetesen új programok is megjelennek, mind a óvodában, mind pedig az iskolában. Melyek ezek, és arról is beszélünk, hogy milyen plusz a tanórákon kívül, milyen plusz foglalkozásokat biztosítanak a gyerekek számára? Nagyon-nagyon sok foglalkozás van például a óvodában. Kiemelném, hogy a nagycsoportos óvodások részére megszerveztük a tavalyi évhez hasonlóan az angol oktatást. Vannak angol nyelvű foglalkozások, illetve robotika. Nagyon jól működött tavaly, az idén is megszerveztük a buborék programot. Hát nem az úszás oktatásra kell itt gondolni, hanem a vízhez szoktatáshoz. Nagyon szeretik a gyerekek. Az óvoda, az iskola is benne van a Bozsik országos programban, és tegnap már a szakedzők voltak az óvodában, voltak az iskolában, és szervezik a sportprogramokat. Melyek a jövőbeli elképzelések, tervek? Először beszéljünk most az óvodáról. Hát az óvoda esetében, mint ahogy korábban említettem, a Talentum Óvi iránt nagyon nagy az érdeklődés. Nagyon sokan vagyunk, egy kicsit magasak a csoportlétszámok, de ezt úgy próbáltuk kompenzálni, hogy egy csoport kivételével minden csoportban felvettünk egy pedagógiai asszisztenst, és ez az asszisztens segíti a két óvónő, illetve adja a munkáját. A 2023-as, 24-es nevelési évre is már nekünk megvan a gyereklétszámunk, mégpedig két csoportra való létszámunk van, közel 50 gyerek. Ez azt jelenti, hogy duzzad a csoportlétszám? Így van, pontosan. És amikor én ezt a fenntartóval, Esperes úrral közöltem,
akkor a fenntartó testület elkezdett gondolkodni, hogy hát ennyi gyerekkel, ennyi érdeklődő, kedves szülővel nyilván kezdeni kell valamit. Azért az óvodára, iskolára az jellemző ránk, az jellemző pedagógusokra, hogy mi gyerekekben gondolkodunk. A fenntartó egyházközség pedig családokban gondolkodik, tehát azt mondta Esperes úr, hogy ennyi családot, vagy a családok közül jó néhányat nem lehet elutasítani helyhiány miatt. Ezért úgy tervezem a fenntartó testület és jó magunk is, az iskola vezetése, hogy a következő nevelési évben két kis csoportot fogunk indítani. Na most ehhez tulajdonképpen épületen belül a feltételek adottak, hiszen van egy olyan foglalkoztató termünk, ami 46 négyzetméter, egyelőre üresen áll, tehát ez csoportszobának kiválóan alkalmas. Az INTS volt kint az elmúlt héten, megnézte a vizes blokknak a körülményeit, hogy hogyan tudjuk átalakítani. Ez is hát könnyen megoldható. Tehát tulajdonképpen azt kell elmondani, hogy kisebb beruházással, ami azért a mai árakat figyelembe véve nem lesz annyira olcsó, de mégis egy kisebb beruházással, kisebb átalakítással az ötödik óvodai csoportot, hát csoportszobát ki tudjuk alakítani, és így ötcsoportos óvodaként szeretnénk működtetni a Talentum Ovit. Én nagyon sok sikert kívánok minden kitűzött célnak valósításához, és köszönjük szépen, hogy igazgatónő eljött, és megosztotta ezt velünk, és a televízió nézőkkel. Köszönöm a beszélgetést. Szépen.